Domján Sándor agrármérnökkel beszélgettünk arról, hogyan hatott a földekre az aszályos tavaszi időjárás, valamint hogyan lehet védekezni a kártevők ellen. Az első időszakban alig kaptunk csapadékot, amely nem volt több 100 mm-nél. Ez a tavaszi munkákat jelentősen hátráltatta, és plusz munkaműveletekre, valamint drágább gépek használatára volt szükség, hogy ezeken a talajokon is megfelelő magány legyen. Mindez részben késleltett a vetési időszakot, a kelést viszont egyértelműen, mondta el az agrármérnök. Az első 4,5 hónapban alig kaptunk csapadékot, ez azt jelenti, hogy szűken ért el a 100 mm-t, ezért a tavaszi munkákat jelentősen hátráltatta, plusz munkaműveletekre volt szükség, illetve drágább gépek használatára, hogy ezeken a talajokon is megfelelő magágyat tudjunk csinálni. Késleltette a vetési időszakot részben, a kelés viszont egyértelműen. Tehát nagyon-nagyon sok olyan tábla volt a karcagi határban, ami időben el lett vetve, de nem kért ki, mert meg kellett, hogy várja a csapadékot. Kivételek ez alól az öntözhető táblák, de sajnos a valamikori rist is beleszámolva 15 000 hektár öntözött területtel szemben, ennek most csak egy csekély része van öntözés alatt. Szólt arról is, hogy a májusi eső nagyon kedvez a földeknek, viszont a júniusi hatalmas esőzés, amely a 300 mm-t közelítette meg, már nehezítette a munkálatukat. Májusban nagyon örültünk, amikor megérkezett a májusi eső, hiszen valóban aranyat ért, termésmentő volt, tehát boldogok voltunk májusban. Kevésbé voltunk már boldogok június második felében, most pedig szerintem egyáltalán nem. Mert hát az égi áldásból is megállt a sok, hiszen még az első 4,5 hónapból ugye alig 100 mm, azóta viszont újabb 300 mm esett le. És ebbe az a sajnálatos, hogy a hosszú távú előrejelzés alapján az éves átlag várható, tehát ez azt jelenti, hogy az év hátralevő részében egy újabb 100 mm-re számíthatunk, ami egy aszályos őszt és egy aszályos telet fog jelenteni, ami terméscsökkentő lehet az ősszel betakarítandó kultúráknál, tehát itt gondolok a napraforgóra és a kukoricára. Amellett viszont várhatóan azért jó kelés lesz a repcébe és az őszi kalászosokban, már a kalászosoknál már ez sem biztos, de egy újabb téli aszály nyomni fogja, hiszen nem elég az átlag, évi átlag csapadék, annak az eloszlása sem mindegy. Ha ez most mind nyáron szakad a nyakunkba, akkor az ősszel, télen, koratavasszal hiányozni fog. Hozzátette, hogy az aszály elleni vegetációs időben, aki tud öntözni, azzal védekezzen. A másik pedig az okszerű talajművelés. Az aszály ellen vegetációs időben, aki tud öntözni, az öntözéssel tud védekezni, a másik pedig az okszerű talajművelés. Tehát azért vannak olyan talajművelési technikák, amivel megpróbáljuk megőrizni a talajban levő nedvességet. Ez mindenképpen a betakarítás követő melléktermék lehordását követően, gondolok itt például a kalászosnál a szalmára, a minél hamarabbi tarlóápolás sekélyen, azért, hogy így csak a felső talajréteg, tehát hogyha sekélyen dolgozik, az azt jelenti, hogy egy 5-6 cm szárad majd ki, és alatta megmarad a nedvesség, illetve a kapillárisok segítségével följövő nedvesség, a gyommagvak kikelnek, és egy következő tarlóápolás, egy mechanikai gyomírtással is felér, nem csak talajműveléssel. Isten igazából a gazdálkodónak ezek a lehetőségei vannak, tehát vagy oda viszem a vizet és öntözök, vagy amikor már erre nincs lehetőség, akkor úgy gazdálkodok a talajjal, úgy művelem a talajt, hogy minél többet megőrizzek a benne lévő csapadékból. Lehet ez fordítva is, hogyha túl sok, akkor viszont olyan talajmunkákat próbálunk, műveleteket próbálunk végezni, amikor meg segítünk a talajnak, hogy minél többet párologtasson el. Mint megtudtuk, ilyen esetekben a kártevők ellen leghatásosabb a kemény téli időjárás, amelynek fogytán vagyunk. A mediterrán típusú időjárás sajnos kedvez a kártevőknek. Ilyenkor részben a talaj megművelése, valamint a vegyszer az, amihez nyúlni kell, természetesen legkevesebb felhasználásával.